Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain Tudás forrás. Pinka Attila vagyok, és a mai videóban arra fogok beszélni, hogy tegnap, a mesében mentünk is, meg nem is felfelé, ugyanis megvolt az első adat, ami jött, ugye a fogyasztói árindex adat, az jól sikerült, aztán jött Jerome Powell, beszélt a sajtótájékoztatóban az FOMC meeting után, és érdekes dolgokat mondott. Na erről egy kis összefoglaló mindenképpen, hogy mi várható majd a közeljövőben. Aztán... Szeretnék egy kicsit arról is beszélni, hogy hogyan is van felosztva jelen pillanatban az a 21 millió bitcoin, ami a rendszerbe kerülhet, tehát jelenleg 19,7 van, de hogy vegyük bele a 21-et is, tehát ami még kibányászásra vár, szerintem ez egy érdekes uh, ugye, uh, csárt lesz majd, vagy inkább egy torta szeret, így mondanám. Aztán itt van Joe Biden, aki lehet, hogy szintén engedi, hogy a kampányát kriptóban támogassák, ugye ezzel nemrég Trump rukkolt elő, aztán jön uh, Brazília legnagyobb bankja, ami most már minden felhasználójának kriptó kereskedési szolgáltatást nyújt, és ugye nincsenek e, kevesen. MicroStrategy ismételten fektet e, bitcoinba, nem állnak le, valamint itt van e, Oroszország legnagyobb tőzsde, a moszkvai tőzsde, ahol e, megállítják a dollár-euró kereskedést, és ha akarsz garantáltan nyerni a bybit akkor is mindenképpen maradj itt, hamarosan arról is be fogok számolni, ugyanis nyerhetsz. Forma 1-es jegyet nyerhetsz, USDT-t, vagy egyéb más dolgokat, és garantált nyeremény van az én linkemmel például. Szóval ezt is mindjárt megmondanom, hogy hogyan tudod megcsinálni. Ezekről lesz szó a mai videóban, hozom majd a kérdezfelek rovatot is természetesen, és ne hogy hogyha minden nap szeretnéd megkapni a legfrissebb kriptó és blokklánc híreket, akkor iratkozz fel erre a csatornára, hiszen ezeket hozom már több mint négy éve, és Hogyha tetszik ez a tartalom hasznos, akkor pedig jöhet a like, köszönöm szépen, na vágjunk bele! A Blockchain Bloom meg a kriptoedukációról szól, ezért ajánlom figyelmetbe a blockchainbloom.com weboldalt, hogyha nem csak ezeket a videókat szeretnék naponta megkapni, amiket ide földobok a YouTube-ra, de más felületekre is, ugye fölkerül Facebookra, Instagramra, TikTokra, több helyen is tudsz engem követni, oda egyébként főleg ugye a short videók, de hétfőtől ugye csütörtökig csinálom ezeket a hosszabb videókat itt a YouTube-on. Tehát itt van az oldal, ahol egyébként találsz egy teljesen ingyenes képzést is. Ezt muszáj tudnod, miért kriptóba fektetsz. Tényleg jó szándékkal mondom, hogy nem történik semmi, teljesen ingyenes, letöltöd, és rengeteg visszajelzést kaptam már, hogy mennyi minden dologra rávilágított a kezdőknél. Tényleg ezt ne hagyd ki, szerintem ez egy tök jó lehetőség. Aztán, hogy egy-egy terület jobban érdekel, akkor vannak különböző képzések, ezek már pénzias képzések. Könyveket is írtam ebben a témában, az első könyv szettem már Besszeller Magyarországon egy ideje, a második a Hogyan legyél teljes sikeres a kriptóban, pedig nemrég jelent meg, kb. fél évvel ezelőtt. És ezt a hat könyvet, plusz naptárt és egyéb kedvezményeket most csak 37 ér meg tudod egyébként venni. Tehát megint, hogyha új vagy ezen a területen, ezek rengeteg-rengeteg infót fognak neked adni. Valamint a legnépszerűbb a BCB Klub, ugyanis ide folyamatosan teszek fel altcoin elemzéseket, heti elemzéseket, exkluzív interjúkat, híreket, a bármi történik itt, ugye több mint 300 videó van már fönt, de itt vannak a friss tartalmak, láthatod, hogy mit tudom én, föltettem Kirillóval a Binance közép-európai közép-kelet-európai vezetőjével egy interjút. 8-án, 10-én a heti elemzés videó, 11-én Mogyorósi Attilával egy beszélgetés, ugye azt, ami ott volt a PCV klub találkozón. Aztán ahogy ö, fontos dolgok történtek rögtön, hogy ez mozgathatja a piacot, ez tegnap még reggel kiment, rögtön, hogy meg az inflációs adatok. Ma például kikerült egy interjú, ö, Heidi Kristinnel, aki a Pixelnek a marketing vezetője, ez is egy exkluzív interjú, természetesen feliratozva, tehát mindenki érti angolul van, de mindenki érti. Szóval, hogyha ilyen különleges dolgokat szeretnél nézni és tőlem kérdezni, akkor ajánlom figyelmetbe a Blockchain Bloom klubot. Na, Bybit, ugye említettem, hogy lehet nyerni, tehát itt van a link a videó alatt. És uh, ugye először is van alapból 10% kedvezmény a tranzakciós díjakból, hogy ezt a linket használod, de garantált nyeremény szintén ezzel a linket, tehát csak partner linkekkel uh, működik, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát az én linkemmel például ezt meg tudod mindenképpen tenni. Ha csak úgy magadnak regisztrált, akkor ebben nem tudsz részt venni. Ezért is fontos, hogy, hogy ezeket a linkeket használd. Még állítólag 17 nap van hátra, lehet nyerni USDT-t, F1-es, tehát Forma 1-es jegyet, új ö, tokeneket nézzétek meg lehet tényleg egy dollárt is lehet nyerni 3 dollár 10 dollárt ö, aztán valami meglepetés itt meglepetés bitcoin f1-es nem tudom olyan forma 1-es történet és akár itt van ö, 100 ezer dollár is és nem kell sok mindent csinálni, tehát nézzétek meg ahhoz, hogy itt hármat tudjatok pörgetni, a három chance, három lehetőséged legyen, például a legkönnyebb, hogy igazából csak depozitként kell beküldeni, úgyhogy ezzel a linkel vagy regisztrálva, ugye 100 dollárt. Ennyi. És ezt ugye hét napon belül, és akkor háromszor pörgethetsz, és már is tudsz ezekből valamelyiket nyerni. Aztán persze növelheted az esélyeidet, hogyha 10 dollárral kereskedsz, akkor egy újabb esélyt kapsz, a 20 akkor még egy több, és így tovább, és így tovább. Tehát nyilván ki mit szeretne, de már egy ilyen 100 dolláros betéttel is, hogyha beteszed is ott van akkor 7 napon belül, akkor ezt megjátszhatod. Tehát garantáltan tudsz nyerni, egyébként pedig fölkerült egy olyan váltóra, ahol rengeteg altcoin elérhető, tudsz akkor kereskedni, vagy amit éppenséggel szeretném. Jó, tehát ezt a figyelmet be ajánlom. E, itt akkor egyszerűen ezt a linket, ezt beteszem ide a videó alá, és tudsz itt ezen keresztül regisztrálni, és akkor utána ugye ebben részt venni. Na, és akkor nézzük meg, hogy hogyan néz ki jelen pillanatban a piac. Bitcoinnal kezdjük. Két 2,5%-ot esett, 67583 dolláron, ez az elmúlt 24 órában tette. Ethereum picit több mint 3%-ot, 3500 dolláron jelen pillanatban a nap nyertese eddig a. Dog? Tényleg? Ja, igen, runes. Aha, tehát bom, milyen szépen jön fölfelé. 7,3-at ment fölfelé, a 96. helyre a top 100 már bekerült. Aztán Tonkoin majdnem 5%-ot ment felfelé, és Life Peer, közel 4%-ot emelkedett. Aztán a vesztesek között, Brett, ugye ez az egyik ilyen a base-nek a mémkonya, -ja, kb. 13%-ot esett, Bonk 11-et, majdnem 12-t, 11-et, tehát most kicsit vesztenek az erejükből a memecoinok, -ok, azt lehet jelen pillanatban látni. Ha megnézzük a Bitcoin gyertyacsártot, akkor pedig itt a hetin láthatjuk, hogy igazából semmi különös nem történt. Ha napira megyünk, akkor egy picit jobban lehet azt látni, hogy volt itt ugye egy kisebb eső, és aztán utána tegnap szintén ugyan visszamentünk, aztán kicsit korrigáltunk, és most jelen pillanatban itt vagyunk. Ez a trendvonal most megfogott minket, de mi is történt a tegnapi nap folyamán, ami így megmozgatta a piacot, beszünk akkor erről egy kicsit. Ugye tegnap először is volt a CPI adatoknak a megjelenése, tehát Fogyasztói Árindex az Egyesült Államokban. A várt az 3,4% volt, de 3,3 lett. Ennek köszönhetően a délután folyamán, látható, ugye az magyar idő szerint 2 óra 30-kor jött ki, mint ahogy arról előzetesen be is számoltam a videóban, és ahogy persze azonnal kijött, ugye föl is dobtam a, a hírt azonnal a BCV klubba is, de. Ugye ez volt, és innentől kezdve elkezdett szépen felfelé menni a bitcoinnak az árfolyama, és természetesen az altok is lendületet kaptak. De vártunk Jerome power aki ugye az este folyamán beszélt, 8.30-kor kezdődött a sajtótájékoztató. Mondott, hogy sok mindent, ez a számomra az egyik legértékesebb kijelentése ez volt, hogy ugye a jelenlegi ugye, munkáltatói adatok az USA-ban kicsit túl vannak értékelve, azt mondta kérdezem én, hogy ez egyébként az hogy lehetséges. Tehát, hogy ezek számok. Ezeket ugye itt a kormány kidobja, mi van? akkor most ez kicsit csűrve csavar van, és ez Jerome Powell mondja. Tehát, hogy értjük ezt, hogy túl van értékeben? Ez még egy érdekes kijelentés volt. De szerintem, ami még fontosabb, hogy ugye mondta, hogy még nem állunk készen arra, hogy kamatot csökkentsenek, ugye ezért nem is volt kamat csökkent, és semmi nem történt, ugyanott maradtunk, ahol előtte már pár alkalommal is, és ugye Eddig három kamat csökkentést ígértek ebbe az évbe. Most már azt mondja, hogy valószínű csak egy darab lesz. Mikor? Hát most ez egy jó kérdés. Mondjuk esélyes szerintem a szeptember, még a választások előtt. De hogy így lesz, nem? Ha, ezt majd persze meglátjuk, ezt nem lehet pontosan tudni. Amire viszont fölhívnám a figyelmet, egy érdekesség, hogy ezek a sárga vonalok, amik itt be, be vannak jelölve, ezek a FOMC meetingek. És érdekes módon, hogy nézzétek meg az előző alkalmaknál is, itt is, itt is és itt is, egy ilyen lokális mélypont volt a bitcoinnál, és pár napra rá, nem azonnal, de pár napra rá itt is, pár napra rá itt is, pár napra rá itt is, emelkedni kezdett a piac. Hol többet, hol kevesebbet. Így lesz ez most is, ugye amikor majd nem tudom, hogy pár nap múlva meglátjuk az emelkedést. Kérdője, ez igazából csak a statisztika az előző FOMC meetingekre, ezt csak így érdekességnek hoztam. De a lényeg az, hogy mindenképpen a kamat csökkentés egy ugye, lendületet adhat majd a piacnak, ezért is ugye reménykedtek egy picit, ú, hát akkor csökkent az infláció, jó, akkor lehet, hogy Jerome Powell lehet, lehet, hogy megkockáztatja, de 99,4% előre már azt mondta, hogy nem lesz változás, és egyébként minden úgy alakult, mint a forgatókönyv. De hogyha megnézzük, ugye kicsit kizumulunk, és látjuk, akkor azt látjuk, hogy, hogy a heti szokta megmutatni, hogy a Bitcoin továbbra is nagyon szépen tartja magát. Igen, nem törtünk még ki. Nem történt ilyen szempontból semmi. Ha megnézed, hogy hogyan nézett ki az időszak az előző halving után, ugye 2020-ban, ugyanígy. Mármint, hogy nem előtte döntöttünk mindenkori csúcsot, de hogy lementünk, oldalasztunk, nem csinált semmit, különösen a, a bitcoin az, az, semmi kivetni való jelen pillanatban ebben még egyenlőre nincsen. Nagyon közel van még a mindenkori csúcsához, még tehát most már tényleg hónapok óta. Jó, jöjjön akkor a következő hír. A következő hír nem is annyira hír, hanem inkább az azt szeretném megmutatni, hogy hogyan is van jelen pillanatban ez a 21 millió bitcoin elosztva, hogy mire gondolok, ezt már is mutatom. egy kicsit meg tudjuk jobban fogni, hogy kinél, hol, merre mennyi van, erre itt van szerintem egy tök jó ábra, ami azt mutatja meg, hogy ez a bitcoin torta, amiben összesen 21 millió bitcoin van. Oké, okay, tudom, még nincs, mint a 21 millió. Modik. 2140-ben lesz, és jelenleg 19,7 millióval, picivel több van kint, de ezért van itt a 6,6 amit még ki kéne bányászni. Jó, tehát így néz ki a tortaszeletek. Először is vegyük tudomásul, hogy több mint 17 százaléka a bitcoinnak úgymond elveszett. Mit értünk ez alatt? Azt, hogy valamilyen tárca címen lapul, amihez az illetőnek, aki ezt rátette, már nincs a hozzáférése, mert igazából régen csomóan nem figyeltek erre, hogy vigyázzanak a privát kulcsukra, a és az egyéb dolgokra, hogy hozzáférjenek a bitcoinhoz, és lehet, hogy már rég kihajtották azt a merevlemez, amit tárolták, és így tovább, és így tovább. Szóval ez egy úgy, hogy igazából szinte nincs is a rendszerben. Aztán a bányászoknál van 3,4 századék, szatosi tárcján 5,2, aztán ezt már mondtam, 6,6-ot a kormányoknál 27 ez a szám már nagyobb, ez 3,9-et mutat itt a Bitcoin Spot ETF kibocsájtóknál, de itt már több mint majdnem 5 már, már van náluk, tehát ez már emelkedett. És ugye különböző szervezeteknél, cégeknél 3,6, és ugye egyéneknél 57 És ugye ezek itt aránylag, ez így, így talán aránylag fix, uh, Nyilván országok folyamatosan ö, vásárolhatnak, szerintem teszik is. A Bitcoin Spot, ETF kibocsájtók, igen, abszolút, és természetesen cégek. Tehát valószínű ez az egyének, ö, mint te itt fog ez csökkenni. Tehát erre kell figyelni, hogy a Bitcoin minél jobban decentralizáltabb maradhasson, tehát minél jobban szét legyen szórva, ne egy valakinél, hogy tudják begyűjteni. Tehát amit te eladsz, azt valószínű az egyik nagy most éppen felvásárolja, mert ők hosszú távon gondolkoznak. Na, de ezt csak egy érdekességként hoztam, hogy szerintem euh, jobban át lehet így látni, hogy hogyan is van ez a bitcoin torta jelen pillanatban most felosztva. Jó, jöjjön a következő ír, a következő ír pedig arról szól, hogy úgy néz ki, hogy Joe biden is lehet majd, ez még nem biztos, de erről beszélgetnek, majd kriptóval támogatni. Pár héttel ezelőtt ugye Donald Trump bejelentette, hogy bizony az ő kampányát lehet kriptóban is támogatni. Most pedig itt van Joe Biden, aki köztudottan a csapat inkább kriptó ellenes, de rájött arra, hogy Trump igencsak népszerű ezzel a bizonyos kriptós kijelentéseivel, és ugye sokan kriptóznak, a kriptó, a bitcoin, a szabadságot jelenti ugye sok ember számára, és Amerika ebben nagyon erős, és úgy érzik, hogy a szabadságokat korlátozzák, az nem szerencsés választás szempontjából, tehát az újra, ez a re-election újraválasztós csapata, úgy tetszik, most azt beszél éppen, hogy hogyan lehet majd a Biden kampányt, kampányt is kriptóval támogatni. Ezzel is megmutat, hogy ők is, ők is kedvelik azért ezt a kriptó témát, ha nem is úgy néz ki. De minden esetre ez is egy érdekes fordulat. Nincs ez még kérentve, de most ilyen petykák szivárogtak ki. Oké, okay. következő. A következő pedig Brazília legnagyobb bankja, ami mostantól kezdve minden ügyfele részére kriptókereskedési lehetőséget biztosít. Brazíliában nincsenek kevesen, de ennél a banknál sem Brazíliában. Ugyanis itt van Brazília legnagyobb bankja, az Itaú Unibanco. Nem a legtökéletesebb a spanyol kiejtésem, de ez van, éljünk ezzel. Aminek van több mint 60 millió ügyfele, több mint 100 ezer alkalmazottja, tehát nem kis számról beszélünk, ezt itt olvashatjátok, csak most nem sikerült a kijelölés. És ez a program, ha úgy tetszik, még decemberben indult el, akkor csak bizonyos ügyfelek részére. Viszont most már azt mondják, hogy kriptó. Kereskedéstű all users, tehát minden felhasználó részére. És ha belegondolunk, akkor ez mindenképpen lendületet adhat a kriptónak Brazíliában, hogyha itt van a legnagyobb bank, és már ott is lazán tudnak legalábbis bitcoinnal és ethereummal ugye, kereskedni a felhasználók. Na jó, MicroStrategy pedig tovább vásárolja a bitcoint, itt van az újabb lehetőség, hogyan szabadít fel pénzt. Ugye Michael szélorék stratégiája a vásárlás, ha a bitcoin ára lent van, azért, hogyha fent van, azért, ha oldalazik, azért, ez kicsit önt a nyuszik a sapka esete. Most pedig ugye ismételten itt vannak ezek a bizonyos uh, uh, note szélek, uh, 500 millió dollár értékben, hogy vásárolhassanak ugye bitcoint. Bocs, egy pillanatra itt elvesztem a, a, a sorok között. Tehát ismételten pénzét tesznek azért dolgokat, hogy újabb és újabb mennyiséget ez alkalma 500 millió dollár értékben tudjanak bitcoinbe fektetni. Ezek szerintem óriási számok. Tehát ha belegondolunk, ez, ez, egy cég, ami persze megy föl nagyon a ranglétrán, és ezt a felmenetet a bitcoin vásárlásoknak köszönheti. Tehát ezért lett ennyire értékes a MicroStrategy-nek a részvénye. És már lehet látni, hogy külföldön több helyen is van olyan példa, hogy cégek elkezdenek Bitcoin vásárolni, és ennek hatására, hogy bejelentik ezt a hírt, a részvényeiknek az ára megugrik. Tehát ha ez ilyen jól működik, egyre több cégnél várható a hasonló húzás. Na jó, és a végére hoztam még egy olyan hírt, ami nem igazából kriptós hír, de egy kicsit a fiat pénzekről beszélnék, tehát hogy az Amerik mi az? orosz legnagyobb tőzsdén, a moszkvai tőzsdén ugye leállították az euró-dollárra való kereskedést. Ezt a hírt pedig azért hoztam, hogy egy kicsit rávilágítsak arra, hogy ami itt a centralizált rendszerekben van, tehát fiat pénz például, az mindenképpen ugye kontrollálva van számos irányból. Hiszen centralizált. És például itt is itt van ez a hír, hogy jönnek itt az amerikai szankciók, és az új szankcióknak köszönhetően ugye leállítják, vagy leállították 13-ától mától a dollár-euró kereskedést a moszkvai tőstén. Tehát ezeket úgy simán meg lehet tenni. Viszont vannak a decentralizált rendszerek, mint például ugye erre például a bitcoin, ahol nincs ilyen, hogy, hogy most akkor azt letiltom, hogy akkor nem kereskedhetsz bitcoinnal. Peer-to-peer felhasználó és felhasználó között bármikor küldhetsz bitcoint, vagy fogadhatsz bitcoint akár a világ túloldalán, vagy 024-ben, tehát bármikor lehet ez, és nincs olyan, hogy valaki hoz egy döntést, azt mondja, hogy márpedig holnaptól nem tudsz majd Bitcoin utalni a Bitcoin blokkláncon, mert ugye ez egy decentralizált rendszer, és. Ha belegondoltok, hogy a vagyonodat szabadon szeretnéd mozgatni, tárolni, felhasználni, akkor látván, hogy egyre elterjedtebb a bitcoinnak az elfogadása különböző országokban, itt vannak a bitcoin spot ETF-ek, és így tovább, és így tovább, tehát az irány legalábbis az, hogy egyre jobban elfogadottabb, és egy olyan rendszer, ami decentralizáltan működik. Na, ezt csak így érdekességként hoztam, most pedig akkor menjünk át a kérdezfelek robotra. és ha a kérdésed van, van egy tök jó hozzászólásod, információd, nagyon jókat szoktad kérni, akkor bátran jöhet ide a nagy videó alá, úgymond rossz feltevés, rossz kérdés nincsen, és ezek között szoktam akkor e, szemezgetni. Na, én amúgy marhára nem értem, miközben a kamat emelések csökkentéséhez, e, vagy csökkentésnek, Akinél van pénz, az vesz, akinek nincs, az meg nem. Szerintem ez max egy indikátor. Én ezzel nem értek egyet. Mert úgy gondolom, hogy a, ha kamatot emelnek, az nincsen jó hatással a gazdaságra. Miért? Azért, mert ugye a cégek nem tudnak úgy fejleszteni, hiszen, hogyha fölvesznek hitelt, akkor sokkal magasabb a kamat. Valamint ugye az emberek kevésbé teszik a pénzüket kockázatosabb eszközökbe, mint például kriptó vagy éppenség a tűzsde, hogyha ugye az alapbanki kamat is már egyébként tök jó. Na, ha viszont csökkentik a kamatot, akkor fordul a dolog. Tehát annak gazdaság élénkítő hatása van, ugyanis kedvezőbb kamatfeltételekkel a cégek is sokkal szívesebben vesznek fel akkor onnantól kezdve forgótőkét, vagy már pontosabban pénzt, hogy nagyobb legyen a forgótőkéjük, és így több beruházást tudnak csinálni, Pörgetik a gazdaságot, tehát élénkülés van, valamint azok, akik ugye különböző befektetéseken gondolkoznak, úgy gondolják, hogy jó, hát ha ilyen kevés kamatot kapok a pénzemre, akkor kicsit kockáztatom kell, hogy a, kihozzam itt a legtöbbet ebből az egészből, és akkor nyitnak kockázatosabb eszközök felé. Szóval én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból mindenképpen befolyásoló hatása van, de ez az én véleményem. Aztán Szia Attila, valószínűleg a kormányok megpróbálják valamilyen úton, módon centralizálni a bitcoint és maga a kript, magát a kriptóvilágot, mert amit nem tudnak megállítani, annak az élére próbálnak majd állni. Mi a véleményed, ezt meg fogják tudni tenni? Köszi a választ. Na, hát nyilván nem fog tudni olyan választ mondani, mert nem vagyok jövőben látó, egy csomó dologra az ember nem lát rá, mint kisember, de ha belegondolunk abba, hogy először is milyen veszélyek lehetnek. Tehát amit Donald Trump mondott például, hogy szeretné, hogy a maradék bitcoin az Egyesült Államok területén legyen kibányászva. A bányászokat egy országba tömöríteni nem szerencsés, mert akkor ö, ugye centralizálódik a rendszer a bányászok tekintetében. Attól még decentralizált, de nyilván nem jó az a kiszolgáltatottság. csak sokkal jobban, hogy az szép vannak szórva. Tehát az egyébként nem lenne túl ö, előnyös. Aztán hogyan lehet még centralizálni? Ugye előbb mutattam ezt az ábrát, ami ugye azt mutatja, hogy föl kéne vásárolni. A bitcoin nagy részét. És azért most jelen pillanatban, ha ezt nézzük, hogy itt, itt egy pár százalékkal vannak még itt a nagyok, de azt is látjuk, hogy ez, ez bővül. Tehát, ha óriási mennyiségben a következő, nem tudom, 10-20 év alatt ezt felvásárolják, akkor ugye bizony sokkal jobban ö, kihatnak erre a dologra. Nem tudnak olyan sokat venni, mert ugye itt van 19,7 millió bitcoin, ugye 57 százalék van különböző egyéneknél, mint látható és 2,3 millió elérhető a váltókon, valamint, hogy a váltóra odaúrik és elkezdi fölvásárolni, az egekbe lövi a bitcoin árát, és lábon lövi magát, mert baromi drágán kell majd megvenni. Tehát ez nem úgy működik, hogy akkor elmegy egy gyorsan fölvásárolom, és akkor ezzel rendelkezem, hanem ehhez kell hosszú távú stratégia, kellenek medvepiacok, kirázni a gyenge hogy át tudjon vándorolni, még ugye kedvező báron, fokozatosan, mert ha nagy vásárlás történik váltókon, akkor ugye óriási áfelhajtó hatása van próbálják a tűzsdén kívül kereskedni, de az ugye egy limitált szám, tehát nem olyan könnyű. Nem olyan könnyű ez a dolog, de esetleg ez miatt előfordulhat, hogyha ez kicsit centralizálódik. De itt jelen pillanatban nem tartunk, és minden többen ráébrednek arra, hogy valamit ebből a kis bitcoin tortából azért tartanék magamnál is. Soha nem arról van itt szó, hogy az ember óriánezik a kriptóba, vagy, vagy nem tudom, óriás kockázatokat vállal, és én biztos, hogy nem foglak arra biztatni, hogy fektes kriptóba, majd te magadnak eldöntöd, hogyha ö, ugye szeretnél. Nagyon fontos, hogy úgy fektess be, hogy tud, mit miért csinálsz. Azok, akik bármilyen terület úgy fektetnek be, hogy lövésük nincsen, azokat az a terület úgymond... Ö, hát porú fognak járni. Nem jutott egy másik szó jelen pillanatban eszembe. De a lényeg az, hogy azért, mert nem tudod, hogy mit miért csinálsz. Ismerni kell ezt a világot is, hogy ebben, ha hosszú távon sikeres akarsz lenni, és nem csak egy szerencsejátékosnak, szerencsejátékos vagy. De de akkor visszatérve ide a kérdéshez, tehát nyilván vannak erre törekvések, azt már látják, hogy gombot nem tudnak kikapcsolni. Nyilván itt vannak most a szabályozások, ugye ez a bitcoin volt, amiről beszéltem, ott van egész kriptópiac, na azt, hogy tudják, megint a centralizált projekteket tudják ugye sokkal jobban korlátozni, mi minek felel meg de aztán nagy biznisz is van benne, lehet, hogy ők is részt akarnak venni ebbe a bizniszbe, nem akarnak lemaradni róla. Á, szóval van itt még egyébként kérdések, de jelen pillanatban a bitcoin egy sokkal szabadabb eszköz, azzal rendelkezni, az birtokolni, azt küldeni, mint bármelyik más centralizált eszköz, arról nem beszélve, hogyha megnézed az elmúlt 15 év teljesítmény a dollárral szemben, nagyon-nagyon-nagyon nagyot ment fel, tehát nem tudsz még egy olyan befektetés mondani, ami ekkorát átment föl, se nem ingatlan, se nem, nem tudom én, tőzsdei részvény, és így tovább még sorolhatnám, kötvények, állampapír. Tehát öö, eddig jól teljesít. Mi lesz a jövőben? Hát majd ezt meglátjuk azt nyilván nem tudjuk előre. Nos, ennyit akkor erről. Remélem, hogy ez a mai epizód is hasznos volt a számotokra, és hogyha minden nap szeretnétek megkapni a legfrissebb kriptó és blokklánc híreket, akkor pármire egyszerű. Csak iratkozz fel erre a csatornára, és hogyha tetszik is, és hasznos ez a tartalom, hogy gyártok, akkor pedig nyomj egy like -ot. Ne felejtsd el a Bybit linket, hogyha szeretnél ebben a játékban részt venni. A Bybit azt ígéri, hogy garantált nyeremény van, csak nagyon fontos, hogy ezzel a linkkel regisztráljál, mert csak azok vesznek részt, akik ilyen affiliate linkkel regisztráltak. jó, Ez nagyon fontos, ha részt szeretnél venni. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!